Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, abban is a Biblia tanulmány rovat, abban is Jákob történetével foglalkozunk, ez a 17. és egyben az utolsó epizódja, mármint hogy Jákob történetének. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fajta fórumon, Youtube-on, Spotify-on, Facebook-on, podbean és hogyha a Youtube-on feliratkoztok, ne felejtsétek el megkongatni a harangot, mert így fogtok értesülni a legfrissebb tartalmakról. És csak még egy dolog, mielőtt belevágnánk ebbe az utolsó Jákobos epizódba, pontosabban még kettő. Az egyik az az, hogy itt ezen a ponton, ahol most befejezzük, itt nem, ért vége, nem ér véget Jákobnak a története. Mi azonban azért fejezzük be, mert hogy ami ezen túl következik, az már nem vagy azoknak a történeteknek már nem Jákob úgymond a főszereplője, hanem, hanem a fiai elsőrenden. És bár Jákobról még egy csomó szó esik, de az már nem az ő jellemformálódásáról, nem az ő istenhez vezető és hazavezető útjáról szól, ami, ami sorozatunknak a központi témája. És A második dolog pedig az, hogy szeretnék egy felhívást intézni hozzátok, és a Youtube-on a komment szekcióba ide alulra várom azt, hogy írjátok meg, hogyha van olyan bibliai személy, vagy olyan hosszabb történet, vagy hosszabb szakasz, vagy bibliai könyv, amiről szívesen hallanátok egy ilyen jellegű biblia tanulmány sorozat keretén belül. Természetesen nekem is vannak ötleteim, hiszen nem hagyjuk abba a biblia tanulmányozást azzal, hogy most ez az első évad, nevezzük ezt most így, első évad véget ér. Úgyhogy várom a kommentben, és várom e-mailben is, hogyha esetleg van ötletetek, és akkor ezeket ígérem, hogy mindet el fogom olvasni és meg fogom fontolni, és ennek alapján fogok dönteni. Na de akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Az előző epizódban ott hagytuk abba. Ápropó, hogyha még nem láttad az előző 16 részt, akkor belinkelem alulra, kérlek nézd meg mindenképpen, hogy be tudj kapcsolódni a történetbe. Szóval ott hagytuk abba az előző epizódban, hogy Jákob át kell a jabók folyón, mégpedig most már nem is Jabbó Gázlójánál, hanem egy átnevezett helyen, mégpedig Pönuélnál, azaz az Isten arca helyén, vagy az Isten jelenlétében, így is lehet ezt fordítani. Miután küzdött valakivel, akiről nem tudjuk egészen pontosan, hogy kicsoda, mindazonáltal Jákob az Istennek a munkáját, jelenlétét és támogatását érezte ebben a helyzetben is, ebben a küzdelemben is, így kell át utolsóként, miután az összes vagyonát, ami nagy részben ugye ebben az időszakban élő állat volt, tehát a vagyonát és a családját is átkölt a folyó túloldalára. Az előző fejezetnek a végén azt olvastuk, hogy már felkelt a nap, mire a, ez a különleges esemény, ez a küzdelem megtörténik, és ugye Jákob át kell a, a folyón, és mihelyt át kell a folyón, ott rögtön találkozik az ő testvérével több mint húsz év után Ézsauval, és hogy mi történik az ő nagy találkozásukban, az a mai adásunknak lesz a témája. A mai szakaszunk Mózes első könyvének, vagy a Teremtés vagy Genezis könyvének a 33. fejezetéből van, az első verstől egészen a 11. versig fogom olvasni a szakaszt. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön Ézsau, és 400 férfi van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket, Lea és Ráhel és a két szolgálólány lány mellé előállította a szolgáló lányokat és gyermekeiket, mögéjük Lát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsó eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Amikor Ézsó föltekintett, és meglátta az asszonyokat és a gyermekeket, azt kérdezte, ki ezek. Jákob így felelt, a gyermekek, akiket Isten adott kegyelméből a te szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau. Mire való ez az egész tábor, amelyel találkoztam? Ő ezt felelte. Arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. Ézsó ezt mondta. Van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta. Ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot, mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Etik a mai szakaszunk. Nos, hát földrajzilag nem nagyon kell elhelyeznünk a szakaszt, hiszen pontosan ugyanott vagyunk, mint az előző epizódban mégpedig Pönuélnál, azaz Jabbók gázlójánál, csak éppen most már nem a folyó egyik oldalán, hanem a folyó másik oldalán. Nagyon érdekes magának a találkozásnak a közvetlen előzménye is. Amúgy tele van nagyon érdekes és izgalmas nyanszokkal a szakasz mindegyikről fogunk beszélni. Szóval a nagyon érdekes itt az elején az, hogy hogyan viselkedik Jákob, mit tesz. Mondjuk azt, hogy így ilyen csoportokba beállítja, így egymás utáni vonalakat képez a családjából. Egyrésztről a mindenből, ami van, és utána pedig effektíve a családtagjaiból, és beállítja a szolgáló lányokat, ugye Zilpa és Bilha, beszéltünk róluk, Zilpától és Bilhától származó gyerekeket, utána Lea és a tőle származó gyerekeket, majd pedig Ráhelt és Józsefet. Jákobnak még az utolsó fia, Benjamin még ekkor nem született meg ebben az időben, tehát itt még csak 11 gyermeke van, tehát a végére Ráhelt és Józsefet állítja, és ő maga pedig, az egész csapat elé áll be, és így akarja fogadni Ézsaut. Nagyon izgalmas ez a tegnapi napnak a fényében, mármint hogy nem a mostani tegnapi nap, hanem hogy a Jákob számára az az előtti nap fényében megnézni, ahol is ugye ajándékokat küldött Ézsau elé, hogy ezzel megnyerje a jó indulatát, majd erről is fogunk itt még beszélni, utána átköltötte a családját és a folyón, és ő maga maradt egyedül. Tehát tulajdonképpen van benne egy olyan, ebben az egész előreküldésben, ami az előző nap történt, van benne egy ilyen, hogy Izsónak át kell jutnia mindezen ahhoz, hogy végül aztán Józseffel találkozhasson, és ez minthogyha egyfajta pajsként funkcionált volna József számára. Ezzel szemben a tegnap esti megváltozott, megváltozott Jákob, aki már nem is Jákob tulajdonképpen, hanem Izrael, ő pedig bálítja ugyan, a saját maga állította fontossági sorrendbe a családját, hogy ugye először a szolgálórányok utána Lea és végül Ráhel, ugye Ráhel van leghátul Józseffel, az igazi szeretett feleség, vagy első számú feleség, tehát ő a legfontosabb, ő legyen legtávolabb Ézsautól, amikor találkoznak, de ő nem az egész bagázsnak a végére áll, vagy hát nem a tömeg mögé áll, hanem pont ellenkezőleg elé áll, hogy legelőször ő találkozzon és, és ez egy hatalmas nagy szemléletváltás, ahhoz képest, mint ami az előző nap volt, de ez az esti küzdelemnek és ennek a bizonyos valakinek a fényében nézve, ez már nem is olyan meglepő szerintem. A harmadik versben azt olvassuk. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg bátyjához ért. Már önmagában is érdekes az, hogy hétszer borult le, és ugye a hetes szám a Bibliában az mindig a teljességet szimbolizálja, tehát, itt egy teljes megadás, vagy egy teljes alávetettséget mutat Jákob, ha csak a bibliai szövegeket nézzük. De hogyha ez még hozzáveszünk más történelmi forrásokat is, és most ki kell emelnem a Tel El Amarna leveleket, amelyek agyaktáblákra írt ékírásos levelek voltak, amelyek diplomáciai diplomáciai levelezés volt tulajdonképpen, és egy csomó mindent olyat tudunk meg belőle, amely a Krisztus előtti második évezredben, tehát Krisztus előtti 1300-as évekből származik nagyjából, vagy származnak nagyjából ezek az ékírásos agyaktáblák, amelyekből egy csomó mindent megtudunk a diplomáciai életről, amely Egyiptom, a kornak a nagyhatalma, illetve Kánaán között volt, ahol most éppen a mai történetünk is játszódik, meg hát a bibliai történeteknek a nagy része. És ebben pedig ez a hétszeri leborulás, ez a teljes a bibliai szövegek értelmezésén túl, vagy hát a bibliai értelmezésen túl, a teljes megadáson túlmenően még a behódolásnak és a hűbérúrság elfogadásának a szimbóluma. Tehát amikor például kánaáni urak Egyiptomhoz járultak valami, valamilyen ügyben, akkor ahhoz, hogy ott az Egyiptom bármit is csináljon, ahhoz el kellett fogadni a fennhatóságát, és ezt a fajta hűbérúrságnak vagy ennek az hübérúrságnak az elfogadását a hétszeri leborulással lehetett megtenni, illetve ezt szimbolizálta, ezt követelték meg. Tehát itt egy történelmileg teljesen releváns mozdulatsort látunk Jákobtól, aki ezzel, hogy hétszer leborul az ő testvére Izsó előtt, gyakorlatilag öm, nem csupán aláveti magát, hanem elfogadja Hűbér urának is Ézsaut, ezért szólítja végig aztán Uramnak Ézsaut, és, ez á, és azért állítja föl ott a, a családját is, hogy ezzel megmutassa azt, hogy azáltal, hogy ő leborult hétszer és elfogadta Hűbér urának Ézsaut, úgy nem csak az ő személye, vagy akár a vagyontárgya, hanem a családja és Ézsau fennhatósága és hatalma alá tartoznak. Ekkor azonban valami nagyon váratlan dolog történik, amely a negyedik versben így hangzik. Ézsó eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Na hát sok mindenre számítottunk, de erre azért nem. Az a 400 ember, aki megérkezett Ézsóval, a Jákob fejében úgy jelent meg, mint egy ellenséges haderő, és hát, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor számunkra is talán ez volt az elsődleges jelentése a 400 férfinak, aki Ézsóval együtt érkezett, hogy na most végre megbosszulhatja mindazt, amit az öccse ellen elkövetett. Ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy egy abszolút békülékeny, hangulatban van, és nem csupán hangulatban van, hanem, 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 testvérként és régóta nem látott közeli rokonként üdvözli Jákobot, az ő testvére Ézsau. Azt olvasjuk, hogy nyak egymás nyakába borultak és sírtak. Ez egy olyan intim és különleges pillanat, ami, ami egy igazán kiemelkedő az ószövetségi történetek közül, ahol azt látjuk, hogy egy olyan feszültség, amely két évtizeden keresztül dolgozott a főhősünkben, Jákobban, az egy pillanat alatt felszabadul, és semmivé lesz, mert, mert az, amit ő elképzelt, vagy ahogyan ő elgondolta azt, hogy hogyan fog az ő testvére hozzá amit, hogyha logikusan kiszámolunk, akkor valószínűleg ezt kaptuk volna mi is, ezt a végeredményt, de mégsem ez történik, hanem egy, abszolút békülés. Ennek ellenére nem változtat Jákoba a viselkedésén, hanem tulajdonképpen utasítja a család tagjait, hogy ők is ugyanúgy boruljanak le Ézsó előtt, ezzel aztán teljesítéve a behódolást. Miután a szertartásos behódolás megtörténik a családnak a részéről is, Ézsó rákérdez Jákobtól, de hát hogy oké, okay, de hogy ez most ez mire való, meg az ajándékok, amiket küldtél, meg ezek a leborulások, úgy általában ez az egész dolog, ez az egész sereg, ez, ez, ez az egész tábor, ahogy a Nézsó fogalmaz, ez, 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 most itt mire van tulajdonképpen? És akkor erre azt mondja Jákob, hogy, hogy, hogy arra, hogy elnyerjem az én uram jó indulatát. És ez egy nagyon érdekes Kifejezés, amit itt Jákob használ, hogy elnyerjem Uram jó indulatát. Ha szó szerint akarjuk fordítani az eredeti Héber szövegből, akkor itt Jákob azt mondja, hogy kegyelmet találjak az én Uram szemében. Szó szerint ez van, hogy kegyelmet találjak az én Uramnak a szemében. És ez egy azért izgalmas uh, kifejezés módjait Jákobnak, mert hogy ezt a frázist, ezt mind a mai napig használják. A modern Héber nyelvben is van egy ilyen, hogy ha meg akarsz kérdezni valakitől valamit, hogy tetszik-e neki, vagy valaki tetszik -e neki, akkor megkérdezheted ezzel a, a mondattal, hogy talál-e kegyelmet a te szemedben. Tehát itt egy olyan ősi fordulatot használ Jákob, amit gyakorlatilag, több ezer év óta már részét képezi a héber nyelvnek, és úgy általában ennek a, a, a zsidó gondolkodásnak, és ezt mind a mai napig használják. És erre Izsaónak a válasza az, hogy azt mondja, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. Tehát Jákob nem akarja elfogadni ezeket az ajándékait, amiket küld, mert hogy neki van elég, és ezt nyilván meg is mutatta azzal a 400 férfi valakivel megérkezett, hogy minden, amire neki szüksége van, az megvan. Erre azt mondja neki Jákob, hogy de nem úgy van az, én mindenképpen ezt neked oda akarom adni, mert mikor megláttalak, olyan, mintha az Isten arcát láttam volna, annyira kedves voltál hozzám, fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked. És még hozzáteszi, Jákob, és nekem van mindenem. Ha ezt mind összerakjuk, ezt a párbeszédet a Mézsau és Jákob között van, ami tulajdonképpen rendezi az ő viszonyukat, akkor nagyon sok izgalmas nuanszot találunk. Az első az, hogy ugye azt mondja Ézsau, hogy hogy van nekem bőven öcsém. Itt ő mennyiségi kérdése gondol. Tehát nekem nincs szükségem arra, el vagyok látva anyagilag, vagy hát van olyan vagyonom, hogy nekem nincsen szükségem, hogy ezt még így gyarapítsam, el vagyok azzal az anyagiakkal, amikkel vagyok. Viszont Jákob azt mondja, hogy ezt azért fogadd el tőlem, ne a vagyonadat gyarapítandó, hanem mert áldásommal vitték ezt neked. Jákob most akarja rendezni, a békülés után akarja rendezni a kapcsolatát Ézsóval azáltal, hogy azt az áldást, amit ő elvett, ami aztán manifesztálódott, tehát anyagiasult az ő vagyonában, hogy azt visszaadja Ézsónak. És ugye azzal ér véget a mai szekcióm, hogy addig unszolja, míg el nem fogadja. És itt nem anyagi tranzakcióról van szó tulajdonképpen, hanem Jákob visszaadja az áldást, amit ő eltulajdonította. Testvérétől. És hogy miért akarja ezt így módon visszaadni, annak ellenére, hogy nem lenne rá szükség, és mégiscsak úgy mert azért vagyunk őszintén, hogy Jákob számára az anyagiak azért fontosak voltak. Azért, mert amikor találkozott a testvérrel, azt mondja, mintha Isten arcát láttam volna. És hogyha visszaemlékeztek pont az előző epizódban beszéltünk arról, hogy az a, az a gázló, amin át kell, azt, azt Jákob úgy nevezi el, hogy pönúél, azaz, hogy az Isten színe előtt, az Isten arca szó szerint ez azt jelenti, de hogy az Isten színe előtt van. És ezzel világosan kimondja Jákob azt, hogy ő az előző esti küzdelmét, azt, hogy ott találkozott az Istennel, és így tudott viszonyulni, és ezt a mai testvérével való viszonyulást, ezt egy láncba felfűzve képzeli el, és jelenik meg benne, és az Isten munkáját látja abban, hogy a testvére így viszonyul hozzá, és ez indítja őt arra, hogy ezeket az ajándékokat odaadja neki, nem azért, hogy anyagilag kompenzáljon mondjuk az elmúlt húsz évért, vagy bármi más ilyen dolog miatt, hanem azért, mert úgy érzi, hogy neki törlesztenie kell, vissza kell adnia azt, ami jog szerint Ézsaut illeti, tehát hiába kapta meg ő az áldást, és ezzel nyert el vagyont, ezt a vagyon nincs nála jó helyen, hanem ez Ézsónál van helyen, akihez eredetileg is tartozott volna. Tehát azt látjuk tulajdonképpen a szakaszunknak és az egész évadnak a végén, hogy az a változás, ami Jákóban végbe ment, az nem csupán egy önismereti folyamat, nem csupán egy tanulási folyamat Jákobnak a részéről, hanem Jákob által is kimondva vagy kimondatlanul, de az Isten munkája van benne. És ez azért fontos leszögeznünk, és azért fontos ezt aláhúznunk itt mindennek a végén, vagy hát az évadnak a végén, mert hogy Jákob úgy lesz a, a zsidó népnek az egyik legfontosabb ős-atya, hogy ő ezt nem erkölcsi, nem etikai, vagy nem cselekedetbeni, vagy nem életszentségbeni ö, dolgai miatt érdemelte ki, hanem maga az Isten teszi őt erre alkalmassá, és maga az Isten az ő szuverén és autonóm akaratából kifolyólag adja ezt Jákobnak. És ez végig vonul különben az egész Biblián. Egy csomó olyan embert föl lehet sorolni, kezdve Ábrahámtól, Dávid királyon át, Salamonon át, vagy még, mit tudom én, Illés proféta, meg még egy csomó mindenkin keresztül, föl lehet sorolni olyan személyeket, akik látszólag nem alkalmasak, vagy még inkább nem méltók arra, hogy az Istennek a szolgái legyenek, és az ő tervében fontos szerepet töltsenek be. De hogy azt kell látnunk, hogy ez nem a mi érdemeinkkel múlik, és nem... Azon, hogy mi milyenek vagyunk, hanem azon, hogy az Isten mit akar. És az Isten nem feltétlenül és elsőrendben nem mindig az alkalmasokat hívja el, hanem elhív valakiket, akiket aztán akár évtizedek alatt, de alkalmassá tesz. És itt Jákob és a Jézusnak a tizenkét tanítványa között is van egy. Egy, egy nagyon jó párhuzam, hiszen Jézus sem a legokosabbakat, a legműveltebbeket, a legerősebbeket, a leggazdagabbakat és a legerkölcsösebbeket hívta el magának, hanem azokat hívta el, akiket, akiket aztán alkalmassá tett arra a szolgálatra, amire elhívta őket. És ez nekünk is egy nagyon jó üzenet, amikor alkalmatlannak érezzük magunkat, vagy éppen azt érezzük, hogy mi szerepünk lehet nekünk az egyházban, vagy, a, vagy az Istennek az ügyében, vagy a misszióban, vagy bármiben nem ezen múlik. Ha elhívásunk van, akkor az Isten alkalmassá fog tenni bennünket, még akkor is, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon hosszú ideig tart. Hát, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a hosszú úton. Nagyon jó volt együtt végigmenni Jákobnak a történetén, és már várom a következő évadot is, a második évadot, és várom azt is, hogy tegyetek javaslatokat, tegyétek meg ezt kommentben, e-mailben, és hát találkozzunk legközelebb a viszont látásra és hallgatásra. Sziasztok!